Jó reggelt. Good morning. Sziasztok. Good morning. Hi. Gyönyörű volt ez a dal, hihetetlen. It was a beautiful song, amazing. Köszönjük. Thank you. A tegnapi színdarabban is gyönyörű volt. And it was actually very nice. Tegnap nem láttad véletlenül a színdarabot, akkor gyere, és tervezd, hihetetlen. Just plan to come and it was ha van rá még lehetőséged, akkor hozzál valakit, nagyon-nagyon jó. And if you have the opportunity, just bring someone. Imádkozzunk. And let's pray. Drága mennyi atyánk, drága Úr Jézus Krisztus. Dear Heavenly Father, dear Jesus. Köszönjük, hogy felemelhetjük a te nevedet. Thank you that we might lift up your name. De nem úgy, ahogy a világ. Nem úgy, ahogyan a világ. But not as the world. Hanem úgy, mint akik látták, hogy tényleg üres a sír. But as the ones who saw the hogy te valóban föltámadtál. That you are indeed nem maradtál a halálban. That you didn't remain in, hanem legyőzted azt. In death, but you conquered death. Értünk. For us. Mert te vagy a tökéletes bárány. Because you are the perfect lamb. Aki el lettél rendelve a világnak a megalapítása előtt. That you were ordained before the foundation of the world. Értünk. For us. Hogy nekünk legyen egy bárányunk. That we would have a lamb. Egy tökéletes bárányunk. Perfect one. És ez rólad szól, Urunk. And it's all about you. Mert valóban tényleg meghaltál a bűneinkért. Because you indeed died for our sins. Magadra vetted az ítéletet. You took up the judgment. És aztán legyőzted a halált is. And then you conquered death. És veled mi is le tudjuk győzni. And with you, we also be able legyél to te fölemelve, conquer. És kérjük, hogy áld meg ezt a so let's you pár gondolatot, ezt a bevezetőt Jézus Krisztus nevében, Urunk. Couple Amen. Of words in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. 2 Mózes 11-ben in Exodus 11, az első versben azt mondja, the first verse says, az Úr pedig mond a Mózesnak, még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, azután elbocsát titeket innen, és amikor mindenestől elbocsát, űzve hajt el titeket innen. The Lord said to Moses, yet one plague more I will bring upon Pharaoh and upon Egypt. Afterward he will let you go from here. When he lets you go, he will drive you away completely. És mi ez a csapás? And what was that plague? Az ötödik vers. Verse 5. És ha meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttél fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki a malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, amelyhez hasonló nem volt, és hasonló nem lesz többé. And every firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on the throne, even to the firstborn of the slave girl who is behind the handmill, and all the firstborn of the cattle. There shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has never been, nor even will be again. Ez volt az utolsó csapás. That was the last plague. És Istennek minden egyes csapással volt célja. And God has a goal with every plague. Minden egyes csapással azt akarta megmutatni, hogy a világ, Egyiptom és Isten népe között különbség van. He wanted to show with every single plague that there is a difference between the world and the people of God. És meg akarta mutatni Isten, hogy még a legszörnyűbb csapások között is Isten képes az ő népét megtartani. And he wanted to show that even between the most awful plagues, God can keep his nation. És ezt látni kellett a fáraónak, látni kellett az egyiptomiaknak, de látni kellett to see that, and the Egyptians needed Isten népének is. And the people of God needed to see that as well. De ezzel az utolsó csapással volt valami más is, ami a cél volt. But with that last plague there was a new goal as well. Valami mást is szeretett volna mutatni Isten. God wanted to show something else. És 2 Mózes 12-ben megbízza Mózest és Áront. And in Exodus 12 he empowers Moses and Aaron. És azt mondja Isten, hogy minden izraelita háznép vegyen egy bárányt. And God says that every house of the Israelites shall take a lamb. Egy hibátlan és egy épp bárányt. A perfect lamb. És aztán ölje meg a bárányt. And they shall kill the lamb.
és a vért kenje föl az ajtó félfára. And put the blood onto the doorpost. 12. vers, 2 Mózes 12:12. Exodus 12:12. Azt mondja, mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr, és a vér jelöl lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek. És meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and on all the gods of Egypt I will execute judgment, I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you are, and then I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Ezen az éjszakán a halál minden házba belépett. And that night death came into every house there. Vagy az ítélet miatt, either because of judgment, vagy az miatt, mert ott volt a helyettes áldozat, a bárány. Or because that was the lamb, the sacrifice of the lamb. És amelyik házban ott volt a bárány, ott volt a vér, ott a pusztított továbbment. And when in a house there was the lamb and the blood, the destroyer went on. Itt vették először a páskát, a páska bárányt. That was the first time when they took the Passover lamb. És ez a szó, hogy páska, pesa, azt jelenti kihagyás, átugrás. And that very word Passover means passing olyan, over. Mint amikor van egy lemezed, és nem tudom, hogy kinek volt korábban, vagy kinek van most, vannak váran, jó? De a lemez egy idő után, hogyha túl van használva, van olyan barázda, amin egyszerűen csak átugrik. And it's when like you have an old LP, a long play record, és nem hajlandó lejátszani a tű azt. And when it's overused, then it just skips a part, and it doesn't able to play that part. És ez történt itt az első húsvéton. And that happened at the first Easter there. Ahol a vér föl volt kenve. Where the blood was applied on the doorpost. Ott a tű megugrott. The player just skipped that part. És az ítéletet nem volt hajlandó lejátszani. And didn't want to play the judgment there. Mert a vér mutatott a bárányra. Because the blood pointed to the lamb. A ház népe mutatott a bárányra. The peoples of that very house pointed to the lamb. És ebben a világban hívőként mi is mutatunk a bárányra. And in this world, we believers, we are also pointing to the Lamb. És az egész íráson keresztül Isten. And through the scriptures, God rá akart mutatni a bárányra. Wanted to point to the Lamb. Az ő bárányára. His Lamb. Ami a mi bárányunk is lehet. Who can also be our Lamb as well. A mi húsvéti bárányunk. Our Easter Lamb. Ahogy 1 Korintus 5:7 ezt mondja. Ő, 1 Corinthians 5:7 says, hogy azt mondja, nekünk is van egy húsvéti bárányunk, ami megáldoztatott értünk. 1 Péter 1:19-20 azt látjuk, hogy azt írja róla, hogy hibátlan és szeplőtelen bárány, és még a világ megalapítása előtt el lett rendelve. Nekünk, értünk. Bocsánat. 9-en annyi volt, mint amelyik. Oké, oké. Akkor csak amit megtudtam. 1 Korintus 5:7. Igen, 1 Korintus 5:7. Azt mondja, ő a mi húsvéti bárány. He's our Easter lamb, the Passover lamb. 1 Péter 1:19-20. Hibátlan, szeplőtelen. 1 Peter 19:20. Without any blemish. És még a világ megalapítás előtt el lett rendelve. And ordained before the foundation of the world. Miért? Why? Hogy neked és nekem Isten rá tudjon mutatni a bárányra, az ő bárányára. So that God would be able to point to his lamb for you and for me. És az életünkben, amikor először rámutatott. And when he pointed to the lamb in our lives for the first time. Akkor nem volt kívánatos. That wasn't desirable. Elfordítottuk a fejünket. We turned our head off. Úgy, ahogy tegnap a színdarabban a szereplők. As we saw it in the play yesterday. Nem volt kívánatos. It wasn't desirable. A munkás ruha. The workman suit. Ez az egyszerűség. That simpleness.
És az, hogy ő mindent tud. And that he knows everything. Tudja, hogy bűnösök vagyunk. He knows that we are sinners. És ez miatt nem tudtunk ránézni. And because of that we wouldn't able to see him. De aztán láttunk valami mást is nála. But then we saw something else with him. Hogy ő a bűnt magára vette. That he took upon our sins. János 1-ben ezt mondja. In John 1 he says, hogy ő a bárány, aki azért jön, hogy a világ bűneit magára vegye. That he is the lamb who's coming to take upon the sins of the world. János rámutatott erre a bárányra. And John the Baptist pointed to this lamb. Aki amikor magára vette a bűnt, az ítéletet a mi bűneinkért. To the lamb who took up our sins. Akkor neki ez a tű nem ugrott, nem ugorhatott. Then this player didn't skip it that occasion. Ő magára vette. He took a mi bűneinket. Our sins. Azért, hogy nálunk legyen meg ez a tűugrás. So that we could skip that part, that judgment. És annyira nagy kiváltság nekünk. And it is a great privilege, hogy ma rámutathatunk az igazi bárányra. That we can point to the real lamb today. Aki meglehetett értünk. Who was slain for us. De miután eltemették őt, harmadnapra föltámadt. But he was risen after on the third day. És nincs a sírban. And he's not in the tomb. Ezt mondja János 5:24-ben. And John 5:24 says, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. A Bibliában néhányan rámutattak a bárányra. In the Bible there were some who pointed to the lamb. De nem azért, amiért mi. But not because we do. Júdás nem azért mutatott rá a bárányra, mert az az övé lett volna. Judas Iscariot didn't point to the lamb because it was his. És ugyanígy Pilátus, Herodes sem. But also Pilate and Herod. De az asszonyok. But the women. Kora reggel. Early morning, rá tudtak mutatni. They could point to the lamb. És hála Istennek, hogy mi is. And thank God that úgy ülhetünk itt, és úgy élhetünk ebben a világban, hogy rámutathatunk a bárányra. That we can sit here and live in this world, that we can point to the lamb also. És elmondhatjuk azt. And we might say, hogy ő él, ő föltámadt. That he lives, he has risen. És hogy a sír az tényleg üres. And the tomb is empty. Néhányan nem hisznek ennek. And there are some who doesn't believe that. Néhányan belekötnek ebbe. There are some who argue. De mégis. But still. Mi ennek ellenére rámutathatunk. A megöletett bárányra. We can point to the lamb slain. Ugyanakkor a feltámadtra is. But the risen one. Hmm. Úgyhogy ezt tesszük húsvétkor. So this is what we do at Easter. De nem csak húsvétkor, hanem minden nap az életünkben. But not only at Easter, but every day of our lives. Úgyhogy nekem ez nagy kiváltság. So for me it is a great privilege. De azt gondolom mindnyájunknak. But also for all of us. Úgyhogy neki legyen ezért hála. So thank. So hallelujah. Úgyhogy hallelujah. So Deuteronomy 32:39. 5 Mózes 32:39. See not that I, even I am he, and there is no God with me. I kill, and I make alive. I wound, and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül. Én adok halált és életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből. Okay, well that's an amazing verse. Ez egy csodálatos vers. And if I read that verse, és hogyha ezt a verset olvasom, If I have read that verse in the Old Testament times, amikor ezt a ószövetségi időkben olvastam volna ezt a verset, I would have thought that, you know,
God is saying, speaking about death and birth. Arra gondoltam volna, hogy Isten a születésről és a halálról beszél. But actually it seems that he was speaking about more. Úgy tűnik, hogy itt többről van szó. When he says I make alive. Amikor azt mondja, hogy én adok életet. Then he's speaking about something more. Akkor úgy tűnik, valami többről van szó. We're celebrating resurrection today. A feltámadást ünnepeljük ma. And this is glorious. És ez csodálatos, dicsőséges. And this is glorious for us. Dicsőséges számunkra. And this morning we many of us were up in the castle at 5:45. És közülünk már sokan fönn voltunk 5:35-kor a halászbástyánál, 45-kor. There's a big difference. Yeah. Hatalmas különbség. And it was glorious. És dicsőséges volt. Really, just sing there and énekelni. And it was all these it was all these drunk tourists from the previous night's party still coming. Az előző este bulijából ott maradt drog turisták még ott. No, drunk. Oh, részeg turisták. Drunk, you know, they were like looking at us. Ott néztek így minket. You know, it was great. Igazán nagyszerű volt. And we were worshiping God, it was awesome. Dicsőítettük az Urát. And it's great to have you. Nagyon jó, hogy itt vagytok. And to participate in this. És hogy részt vesztek ebben. És hogy ünneplünk. Együtt az Urat ünnepeljük, ez nagyszerű. Marco from Sofia. Nagyszerű Markot látni Szófiából. Julika is itt van. And Marika. And Tim's parents are here from, Tim szülei is itt van, azt hiszem Amerikából. Yeah, it's great to have you guys. Nagyon jó, hogy itt vagytok. And I think those are some Dunmada girls over there from Miskolc or wherever they are from. És azt hiszem Dunmada lányokat látok Miskolcról, vagy akár honnan is. It's great to be together. Let's pray. Nagyon jó együtt lenni, imádkozzunk. Lord, we thank you. Urunk, köszönjük. For this amazing revelation. Ezt a csodálatos kijelentést. That when you say that life and death is in your hand. Hogy amikor azt mondod, hogy élet és halál van a kezedben. Then it's not just birth and dying. Akkor nem csak a születésről és a halálról van szó. But about so much more. Hanem annyival többről. And today speak to us. És szólj ma hozzánk. By your spirit. A szellemed által. From your word. Az igédből. And use us, Lord. És használj minket, Urunk. The message, the translation. Az üzenetet, a tolmácsolást. Our ears as we hear from you. A füleinket, ahogy hallunk téged. Our hearts as we receive. Szívünket, ahogy elfogadunk. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. So 1 Samuel 2:6. 1 Sámuel 2:6. The Lord killeth and maketh alive and bringeth down to the grave and bringeth up. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonnét. And that's really speaking very clearly about the resurrection. És ez nagyon tisztán a feltámadásról beszél. That he is the one who brings one up from the grave. Hogy ő az, aki a sírból előhoz valakit. And in 1 Corinthians 15, we're not going to read that now. És 1 Korintus 15-ben ezt most nem olvassuk el. But it deals with some obvious troubles with that idea. Néhány ilyen nyilvánvaló problémával bánik ezzel az ötlettel kapcsolatban. Like how can there be resurrection? Tehát hogyan lehet egyáltalán feltámadás? You know, our bodies go in the ground and they rot away. Ugye a testünk bekerül a földbe és elrothad. And how can then there be resurrection? Akkor hogyan lehet feltámadás? And you know, and Paul gives some answers there. És Pál ad erre válaszokat. But the important point here is. De a lényeges gondolat itt. Psalm 68. 68. Zsoltár, 20. vers. He is our God, and he is the God of salvation. Ő a mi Istenünk és ő a megváltás Istene. And unto God the Lord belong the issues of death. És a halál dolgai az Úrhoz tartoznak. It is his. Hogy ez az ő, it is övé. Not in our hands. Nem a mi kezünkben van. Recently, after a tragedy, I have been speaking with some brethren. Egy tragédia után a közelmúltban néhány testvérrel beszéltem. And this was the verse we thought of. És ez volt a vers, amire gondoltunk. The issues of death are in the hands of the Lord. A halál dolgai az Úr kezében vannak. Why? Miért? Because they are too great for us. Mert ezek túl nagyok számunkra. We cannot deal with them. Nem tudunk elbánni velük. So God keeps it in his hands. Úgyhogy Isten a saját kezében tartja ezeket. Because we just couldn't.
mert mi nem tudnánk elbánni. Make decisions about it. Nem tudnánk döntéseket hozni róla. Death, vagy még ha hozunk is döntéseket a halálról, we couldn't live with our decisions. Nem tudnánk együtt élni a döntéseinkkel. Because we're not wise enough. Mert nem vagyunk elég bölcsek hozzá. So when we lose someone, úgyhogy amikor valakit elveszítünk, then this is the verse we think of. Akkor ez az a vers, amire gondolunk. It's in God's hands. Hogy az Isten kezében we're van. We're not great enough for this. Nem vagyunk elég nagyok ehhez. And so we leave this with him. Úgyhogy ezt ő ráhagyjuk. And we trust him. És bízunk benne. Even though we don't understand. Annak ellenére, hogy nem értjük. But death is these questions. És ezek a kérdések. The issues of life and death. Az élet és halál kérdése. Really in God's hands. Ezek valóban Isten kezében we vannak. We do not have the final answer for life. Nincs meg az életre a végső válaszunk. You know, medicine is working to correct all the wrongs with the body. A gyógyszerészet próbálja kiküszöbölni a test minden hibáját. You know, the doctors, they try. Az orvosok próbálkoznak. But as we find new answers, de ahogy új válaszokat találunk, we, our questions multiply even more. A kérdések még inkább megtöbbszöröződnek. When we overcome one illness, amikor egy betegséget legyőzünk, a new one comes in. Egy új bejön a képbe. You know, like 100 years ago, például 100 évvel ezelőtt, TB, a TBC was the great killer. Ez volt a nagy gyilkos. And then we overcame it. És legyőztük. And, you know, just about, it's done. Kész, vége. Great. Nagyszerű. So we all live healthy and never have any problems, right? Úgyhogy most már mind egészségesen élünk és semmi bajunk, igaz? No, now cancer. Nem, most a rák az, ami tönkretesz minket. Yeah, and this could have been said 100 years ago. És 100 évvel ezelőtt mondhattuk volna. And we could say it 100 years from now. És 100 év múlva is mondhatjuk. That yes, we overcome one thing, but then another problem comes. Hogy igen, legyőztünk egy dolgot, de jön egy másik probléma. Maybe 100 years from now we will have overcome cancer. Lehet, hogy 100 év múlva már legyőzzük a rákot. Okay. Jó, okay. But you know what? De tudod mit? Death will still be there. A halál még mindig ott lesz. Okay, this is a pretty sad message at this point. Eddig ez elég szomorú üzenet. But we are going to go from here. De megyünk még tovább. But let me just say this. De csak hadd mondjam a következőt. We do not have the final answer for life. Nincs meg az életre a végső válaszunk. Actually, we could say it this way. Igazából a következő módon is mondhatnánk. We are not the final answer for life. Nem mi vagyunk a végső válasz az életre. It's the other way around. Hanem ez fordítva van. Life is the answer to us. Az élet a válasz mi számunkra. Life is the final answer to us. Az élet a végső válasz számunkra. But not just any life. De nem bármilyen élet. Okay? In the Bible we have two words for life. A Bibliában két versünk, két szavunk van az életre. In the Greek is bios. Az egyik a bios a görögben. Which is this, ami ez. The life of this body. Ennek a testnek az élete, life, a fizikai élet, life, a biológiai élet. But then there is the other life. De aztán ott a másik élet. Which is zoe. Ami a zoe. That's the life that we need. Ez az az élet, amire szükségünk and that's van. And the life that is the final answer for us. És ez az a válasz, ez az élet, ami a végső válasz számunkra. You know, people try to immortalize themselves. Az emberek próbálják megörökíteni magukat. You know, they build statues for themselves. Szobrokat építetnek maguknak. You know, big tombstones. Ilyen hatalmas sírköveket. You know, if they are powerful enough, they have a pyramid built for them. Hogyha eléggé nagy a hatalmuk, akkor piramist építetnek. You know, or they in Psalm 49:11. Vagy 49. Zsoltár 11 szerint. They name streets after themselves and squares and utcákat és tereket neveznek el magukról. It says there, their inward thought is that their house will last forever. És azt mondja ott a vers, hogy az ő belső gondolatuk az, hogy az ő házuk népe örökké tart. And you know, it will continue for generations. Tehát, hogy generációkon keresztül megmarad. And they call their lands on their own names. És a földjüket a saját nevük után nevezik. You know, this is Kendes Field. Ez Kende földje. And son, you better remember it and put it on the map. And, és fiam, emlékezz erre és rakd a térképre. You know, and let generations remember my name. És generációk emlékezzenek az én nevemre. Okay, and then there are other ways. Aztán vannak más módok. Art, művészet, painting, festmények, poetry, költészet. You know, the way of the way of culture, kultúrának a or the way of science, módjai vagy a tudomány, találmányok, invention,
találmánya. But does it work? De működik? You know, countless generations before us. Számtalan generáció előttünk már. Rich and poor people. Gazdagok és szegények. Wise and foolish. Bölcsek és ostobák. People who lived really long. Emberek, akik nagyon hosszan éltek. You know, like Methuselah. Methuselah például. Matuzsálem, yeah, igen. He kind of lived long, you know. Egész hosszan élt. People who live very short lives. Aztán emberek, akik rövid életet éltek. You know, and people living in peace, people living in war. Emberek békében és háborúban. They're all dead. Mind halottak. And mostly they are not remembered. És a többségükre nem emlékszünk. Where is your hope? Where is our hope? De akkor hol a reménységünk? And today we celebrate. És ma ünneplünk. Because our hope is not in ourselves. Mert a reménységünk nem saját magunkban van. You know, as a pastor, I am in funerals. Lelkipásztorként. Lelkipásztorként többször vagyok temetéseken, mint a többség. And it's terrible to see. És szörnyű látni. People. Azokat az embereket, who do not think like this, akik nem így gondolkoznak, who do not take hold of their Bible, akik nem ragadják meg a Bibliájukat, who do not take hold of the Lord, akik nem ragadják meg az Urat, who do not say, akik nem mondják, my hope is not in myself, but in God alone, hogy az én reménységem nem magamban van, hanem az Úrban egyedül. Because there they stand next to that ditch, mert ott állnak a gödör mellett, and they are looking down into it, belenéznek, and there is no hope, és nincs reménységük. And religion, és a vallás, it is just like, you know, they're looking at it, but they don't understand it. Csak így ránéznek, de nem értik, nem jelent számukra semmit. You know, some formula, some liturgy, some, valami formula, liturgia, you know, some repetitious prayers, valami heaven, hallowed be thy name, ilyen ismétlő ima, hogy our Father in heaven, who art in heaven, hallowed. Atyánk, you know, and it doesn't mean anything. És nem jelent semmit. Because I need this. Mert emerre van szükségem. That in my heart I would take hold of it. Hogy a szívemben megragadjam. I would say. És azt mondjam. No, I do not have the final answer for life. Nem, nekem nincs meg a végső válasz az életre. I am not the final answer for life. Nem én vagyok a végső válasz az életre. But Jesus is the final answer. De Jézus a végső válasz mindannyiunk számára. Zoe life. Zoe élet. Created, eternal, undying life. Öröktél való, meg nem haló, nem teremtett élet. That's what I need. Ez az, amire szükségem van. And he is the answer for all of us. És ő a válasz mindannyiunk számára. Why? Miért? Because in John 11, mert János 11-ben, 25-26. versek, Jézus azt mondja, I am, én vagyok the life. Az élet. I am the life. Én vagyok az that élet. Kind of life we're talking about. Erről a fajta életről beszélünk. Some Old Testament saints knew this. Néhány ószövetségi ének ezt csinálja. Saints. Some Old Testament saints. Okay. Néhány ószövetségi szent. Yeah, they ezt knew csinálja. This. Tudták ezt. Isaiah 12. Ézsaiás 12. Verse 2. Második vers. Behold, God is my salvation. Íme Isten az én szabadítóm. I will trust. Bízom. And not be afraid. És nem rettegek. We even sing that song. Még ezt énekeljük is. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Mert erőm és énekem az Úr. He also is become my salvation. Megszabadított engem. Yeah, that's the hope. Ez a reménység. That's what we take hold. Ez az, amit megragadunk. That's why our lives are different. Ezért másmilyen az életünk. That's why we can have joy. Ezért lehet örömünk. In the shadow even of death. Még a halálnak árnyékának völgyében is. Psalm 118. 118. Zsoltár. Verse 17. 17. vers. It's an amazing statement. Ez egy elképesztő kijelentés. And I believe this is about the resurrection, really. És hiszem, hogy ez valójában a feltámadásról szól. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. I shall not die. Nem halok meg. I live. Élek. And declare the works of the Lord. És az Úr munkáit. And I jelentem ki. That these believers, ezek a hívők, before the cross, még a kereszt előtt, before Jesus's resurrection, még Jézus feltámadása előtt, to take hold of this. Képesek voltak ezt megragadni. They found life. Megtalálták they az found életet. An answer. Egy választ találtak. It wasn't in human study. Nem a emberi tanulmányokban volt, advances, nem a gyógyszerészeti találmányokban, orvosban, it wasn't in cultural achievements, nem ilyen kulturális it wasn't in training, dolgokban, it wasn't in,
you know, in any of that. Nem a tanulásban, nem ezekben. Health foods, I don't know. Vagy egészséges ételekben. Sorry. Bocsi. I always tease him. Mindig eating healthy. Mindig húz engem a egészséges kajával kapcsolatban. Mert egyikünk csinálja. And I think he will live longer. És talán tovább él. Yeah, but anyways, de akár, the final answer. A végső válasz. Is in taking hold of the Lord. Hogy megragadjuk az Urat. And I take hold in my heart. És megragadom a szívemben. And when I do that, és amikor ezt megteszem, it brings in something. Ez behoz valamit. That nothing that this world achieves can bring in. Amit semmi nem tud behozni, amit a világ elér. And that's peace. És ez a békesség. That's peace. Ez a békesség. In my heart. A szívemben. That's amazing. És ez csodálatos. That's amazing. Ez csodálatos. Actually, Jesus said. Jézus azt mondta. In that John 11:25 and 26. János 11:25-26-ban. He didn't just say I am the life. Nem csak azt mondta, hogy én vagyok az élet. But he also said something else. Hanem valami mást is mondott. Let me read it. Hadd olvassam el. I am the resurrection. Én vagyok a feltámadás és az élet. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. And whosoever lives and believes in me shall never die. Believe you this. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? So why did he say? Úgyhogy miért mondta? That I am the resurrection. And the life. Hogy én vagyok a feltámadás és az élet. He didn't just say I am life. Nem azt mondta, hogy én vagyok az élet. Didn't only say that, he also said I am the resurrection and the life. Tehát nem csak ezt mondta, hanem azt is mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Miért így mondta? Well, number one. Először is. God didn't have to prove anything to anyone. Istennek nem kellett semmit senkinek bebizonyítania. Right? He didn't have to show off. Nem kellett dicsekednie. He didn't have to brag. Nem kellett dicsekednie. But in Isaiah 45. De Ézsaiás 45-ben. Actually, he says. Azt mondja valójában. About himself, 45:18. One second. 45:10. Yeah. 45:18. 8-ban. Ézsaiás 45:18. For thus saith the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it, he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette. Ő az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította. Nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Én vagyok az Úr, nincs más. And then in verse 21, the end of the verse. És aztán 21. vers végénél. There is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincsen rajtam kívül. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Okay, he did not have to show off, right? Tehát nem kellett dicsekednie. Azt mondja. He is saying, I am God. Én vagyok Isten. And there is no one else. És nincs más. I made this world. Én csináltam ezt a világot. And that's that. Ennyi. And that's the end of the story. Ez a történet vége. You know, like I don't have to prove anything to anyone. Nem kell senkinek semmit bebizonyítanom. I am the creator. Én vagyok a teremtő. But you know what's interesting? De tudjátok, mi az érdekes? Is that we needed him. Hogy szükségünk volt rá. We needed him to step into our shoes. Szükségünk volt arra, hogy a mi cipőnkbe belelépjen. Because we are so much like children. Mert annyira olyanok vagyunk, mint a gyermekek. We are so much like children. Annyira olyanok vagyunk, mint a gyerekek. You know, I don't believe. Nem hiszek. That someone knows me and understands me. Hogy valaki ismer engem és megért engem. And cares for me. És törődik velem. Unless they step into my shoes. Ha csak nem áll az én helyemben. Unless they go through the hardship I go through. Ha csak nem megy keresztül a nehézségen, amin én keresztül megyek. Ha csak el nem szenvedi, amit én elszenvedek. I speak to someone who is dying. Beszélek valakivel, aki haldoklik. And they say, és azt mondja, you don't know what this is like. Te nem tudod, ez milyen. So I'm not gonna listen to you. Úgyhogy nem figyelek rád. And okay, so you don't. És rendben, hát akkor nem teszed, de figyelj csak. Jesus knows. Jézus tudja. He went through this. Ő keresztül ment ezen. He stepped into your ő a helyedbe tette magát. Ő keresztül ment a haldokláson, és meghalt. In fact, he died. Valóban meghalt. Oh, you're hungry. Well, he was hungry. Éhes vagy?
Ő éhes volt. You're thirsty. Szomjas well, vagy. He was thirsty. Ő is szomjazott. He desired things, I'm sure. Vágyakozott dolgokra, biztos vagyok benne. He stepped into our shoes. Ő belépett a cipőnkbe. We needed him in our shoes because we are like kids. Azért kellett, hogy ott legyen a cipőnkben, mert olyanok vagyunk, mint a gyerekek. So God did this. Úgyhogy Isten ezt megtette. In Hebrews 2:14. Zsidó. Hebrews 2. 2:14-ben. It says, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ennek. This is us. Ezek we mi are vagyunk, flesh and blood. Hogy hús és vér vagyunk. And we thought, és azt gondoltuk, how could God understand me? Hogy érthetne meg engem Isten? Hogyan ismerhetné a problémáimat Isten? Like hogyan tudhatná, without sleep and grouchy and milyen lenne kialvatlannak lenni és mogorvának lenni? How could he know that? Hogyan tudhatná ezt? But he entered the same. De ő belelépett ebbe. And then he says, és aztán azt mondja, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. This morning in the castle we said, ma reggel a várban azt mondtuk, that in the resurrection, a feltámadásban, we see that God God kind of walks with us as we need him to walk with us. Látjuk, hogy Isten úgy jön velünk, ahogy nekünk szükségünk van arra, hogy velünk you jöjjön. You take a toddler, fogsz egy kis totyogót, you know, and you know, a baby who is only learning to walk, egy kisbabát, aki épp kezd tanulni járni, and you say, okay, Johnny, we're gonna walk together. És azt mondod, hogy okay, Janikám, megyünk sétálni. And then you start like, you know, és aztán így elkezdesz menni. No, that's not what you do. Nem ezt csinálod. Because they don't have the ability. Mert nincs meg rá a képességük. So you're gonna make small steps. Úgyhogy ilyen apró lépéseket fogsz tenni. And this is what God did for us. És ez, amit Isten tett velünk. He said, okay. Rendben. I'm gonna become human. Okay, ember leszek. Just as you are. Amilyen te vagy. And then, és utána, I am going to live a life. Leélek egy életet. Like you live a life. Ahogy te is élsz. I am going to grow. Növekedni and fogok. Experience és tapasztalatot szerezni. Megtapasztalni az életet, and a problémákat. I will die on the cross. És utána meghalok a kereszten. Just like all people die. Ahogy minden öreg ember meghal. He took baby steps. Ilyen kisbaba lépéseket tett. So that we would know. Apró lépéseket, hogy tudjuk, hogy értsük, hogy felismerjük, hogy törődik. That he's close. Hogy közel van hozzánk. That he's not uninterested. Hogy nem érdektelen felünk. But he cares for us. Nem törődik velünk. And then he said, és aztán azt mondta, now I live again. Most újra élek. John 5:26. János 5:26. Because I have life in myself. Mert hogy én önmagamban életem he van. He did it because we needed it. Azért tette, mert nekünk he szükségünk volt rá. He is the resurrection and the life because we needed that. Ő a feltámadás és az élet, mert nekünk erre volt szükségünk. We needed to see that. Szükségünk volt, hogy lássuk ezt. We could not imagine. Nem tudtuk elképzelni magunktól, that this was possible. Hogy ez lehetséges lenne. And so Jesus says, ezért Jézus azt mondja saját magáról, Jelenések 1:18-ban, I am he that lives and I was dead. Én vagyok az, aki él, pedig halott volt. And behold, és I am alive forevermore. Íme, örökké élek. And that's amazing. És ez csodálatos. And God says, és Isten azt mondja, look to me, nézz rám, and be saved. És menekülj meg. All the ends of the earth, for I am God and there is none else. Az egész világ végéig én vagyok Isten és nincs senki más. That's in Isaiah 45. Igen, also. Ott van valahol Ézsaiás. But that's the message. És ez az üzenet. Listen, you may not be a believer, I don't know. És lehet, hogy nem vagy hívő, nem tudom. Believe in Jesus. De higgyél Jézusban. Take hold of this in your heart. Ragadd meg ezt a szívedben. Because this is the answer. Mert ez a válasz. To us. Mindannyiunk it's számára. Not a longer life. Nem egy hosszabb élet. It's not a, you know, it's not a bigger bank account. Nem egy nagyobb bankszámla. It's not a huge 401k, you know, it's not that stuff.
nem egy nyugdíjszámla, tehát nem egy hatalmas nyugdíj megtakarítás, hanem ez a válasz, that Jesus has overcome. Hogy Jézus legyőzte. Recently we spoke much about Jesus being on trial before all kinds of people in the services. Az Isten tisztelteken sok szó volt arról, ahogy Jézus különböző perekben beszélt. How he was, you know, like opposed and ridiculed and hogyan rejected. Tették nevetségessé, hogyan álltak ellen és hogyan utasították el. You know, we said there was Roman power. Azt mondtuk, hogy ott volt a római hatalom. And the Roman power rejected him. És a római hatalom elutasította. There was Jewish religiosity. Ott voltak a zsidó vallásokság. Yeah, rejected him. Elutasította őt. The Sadducees, liberalism. A szaduceusok a liberalizmusukkal. And they rejected him. Elutasították. Ordinary people. Az átlag emberek. And popular opinion. És a közvélemény. They rejected him. Elutasították őt. The soldiers. A katonák. And they mocked him. Kigúnyolták. And so on and so forth. És így tovább. And you know, Jesus, és Jézus had to stand against all these. Ezt mind el kellett, hogy viselje. Because he came to fight this world system, really. Mert azért jött, hogy a világrendszer ellen harcoljon. To say this is not the system that you need in your life. Hogy azt mondja, hogy nem ez az a rendszer, amire szükséged van az életedben. John 14:30. János 14. 30. He said that the prince of this world is coming. Azt mondta, hogy e világ fejedelme érkezőben van. And he has nothing in me. És semmilyen nincs én bennem. And he was talking about Satan. És Sátánról szólt. And he said no. És azt mondta, hogy nem, nincs kapcsolat. John 12:31. És János 12:31-ben. Now is the judgment of this world. Most van ennek a világnak ítélete. And it became obvious. És nyilvánvalóvá vált. You know that the world rejected him. Hogy a világ elutasította Which őt. Part of the world? Melyik része a világnak? Well, all of it. Hát az egész. You cannot say. Nem mondhatod. Oh no, but culture is a good thing. Hogy de hát a kultúra az jó dolog. Yeah, but it rejected Christ. Igen, de elutasította oh, Krisztust. Is a good thing. Vagy az oktatás jó dolog, vagy a vallás egy jó dolog, vagy a politikai hatalom, vagy bármi, amit szóba akarsz hozni. De ez megmutatkozott, hogy egyik a másik után utasította el Krisztust. Mind gyűlölték Krisztust, mind elutasították, mind kárhoztatták, és Jézus megmutatta, that none of it had power over him. Hogy egyiknek sem volt hatalma ő felette. So this is what we preach ever since. Úgyhogy azóta ezt prédikáljuk. That's our message. Ez az üzenetünk. Okay, remember that what Pastor Shane did? Emlékeztek, Pastor Shane mit tett? Christ is risen. Krisztus feltámadott. Indeed he is risen. Valóban ő feltámadott. Okay, this is our message. Ez az üzenetünk. In Romans 1:4. Róma 1:4. He was declared to be, he was proven to be the Son of God. Isten fiának bizonyítatott. Because he was risen from the dead. Mert feltámadott a halálból. That's what happened. Ez történt. You can read 1 Peter 1:3. 1 Péter 1:3-at elolvashatod. That we have living hope. Hogy élő reménységünk van of the resurrection of a feltámadás miatt, Krisztus feltámadása this miatt. Is our hope, ez a reménységünk, because he is risen from the dead. Mert feltámadott a halálból. And we're not, you know, so many say, és annyian mondják, oh, you're not supposed to talk about this. Hogy erről nem kéne beszélned. You know, be nice, légy kedves, be a good person, légy jó ember, be politically correct, légy politikailag korrekt, be polite, légy udvarias, you know, be a cultured person, légy be an kultúrált ember, person. Egy képzett ember. You know, okay, be a Christian if you wanna. És jó, persze, ha akarsz, legyél keresztény is. You know, that's like, I don't know. Ez olyan, like, mintha mondjuk, it's like, you know, you're a stamp collector, mondjuk, mintha a bélyeggyűjtő lenne, or you're building model airplanes at home, vagy mondjuk repülőmodelleket, you know, építesz. That's okay if it's és ez rendben van, ha ezt otthon csinálod. But shut up. De amúgy don't talk about it. Fogd be, ne beszélj róla. But this message, de ez az üzenet, it is the greatest hope of all mankind. Ez az emberiség számára való legnagyobb reménység. And from the beginning, és a kezdettől fogva, there were so many who were against it. Annyian voltak ellene. In Acts 4:2, Apcsál 4:2, they preached, prédikáltak, and there was anger about it. És aztán there was düh volt ellene. You know, there was rejection right away. És elutasítás volt azonnal. And that was right, you know, like Jesus just died, just rose from the grave. Jézus épp meghalt, épp feltámadott a sírból. And they just said, it happened.
És mondták, hogy megtörtént. And already someone was angry about it. És már is volt, aki dühös volt ezzel kapcsolatban. Aki azt gondolta, hogy ez helytelen, nem kéne ezt tenni. And you know, we cannot not say it. Nem tudjuk nem mondani. Okay, I mean, sure, we could shut up, of course. Okay, persze, be tudjuk fogni a szánkat. Like so many want. Mint ahogy sokan akarják is. But if we would deny it. De ha letagadnánk. If we would give up the, you know, we would give up the greatest hope we have. Akkor azzal feladnánk a legnagyobb reménységet, amink van. And we just cannot. És ezt nem tehetjük. Because the resurrection is the greatest, the final victory. Mert a feltámadás a legnagyobb és végső győzelem. Actually, it's the only victory that everyone can rejoice in. Valójában ez az egyetlen győzelem, amiben mindenki örvendezhet. Right? Because if, you know, like if we arm wrestle, mert mondjuk ha szkanderozzunk, you know, one of us wins, egyikünk nyer, and you know, and the other is defeated. Akkor a másik az vereséget szenvedett. But Jesus scored this victory for all of us. De Jézus mindannyiunk számára megszerezte ezt a győzelmet. Mindannyiunk számára. Teljes emberiség örvendezhet ebben. This is the greatest victory. És ez a legnagyobb győzelem. And in 1 Corinthians 15:26. És 1 Korintus 15:26-ban. It says that the last enemy. Azt mondja, hogy az utolsó ellenség. Is death. Az halál. And that's what Jesus overcame. És ez, amit legyőzött Jézus. Jesus did not overcome a near-death experience. Jézus nem egy halál közeli élmény győzött le. Jesus did not overcome an illness. Nem egy betegséget győzött le Jézus. Can I get an amen? Kaphatok egy áment erre? You know, no, he overcame death itself. Konkrétan a halál győzte le. Not a small enemy. Nem egy pici ellenséget. But the greatest enemy we all face. Hanem a legnagyobb ellenséget, amivel mindannyiunk szembenézünk. Not just TB, not just cancer. Nem a TBC-t, nem a rákot. AIDS. Nem az AIDS-et. But something greater. Hanem valami még nagyobbat. Death itself. Magát a halált. And so Jesus is our great hero. Úgyhogy Jézus a mi nagy hősünk. Because he overcame the great enemy. Mert a nagy ellenséget legyőzte. And we learn this. És ezt megtanuljuk. We learn about the resurrection. Tanulunk róla a feltámadásról. And as we learn it, és ahogy tanulunk róla, we're learning that even the most terrible things that happen in life. Azt tanuljuk, hogy még az életünkben megtörténő legszörnyűbb dolgok is. Even the most tragic things in our lives. Még a legtragikusabb dolgok is. They are not the end. Nem a vég. Amen. Amen. They are not the end. Ők nem a vég. Why? Miért? Because there is resurrection. Mert ott a feltámadás. Even out of death. Még a halálból is. And this is the message we go with into the world. És ez az üzenet, amivel a világba megyünk. This is why the church has significance. Ezért van jelentősége a gyülekezetnek. We're not something, you know, incredible. We're just us. Nem vagyunk valami nagyszerű, mi csak mi vagyunk. But de we have an amazing message. Van egy elképesztő üzenetünk. The message of the resurrection. A feltámadás üzenete. So don't shut up about it. Úgyhogy ne fogd be a szádat ezzel not kapcsolatban. To your own heart, se a saját szívednek. And not to others. És se másoknak. Amen. 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 Okay, let's Amen. Pray. Úgyhogy imádkozzunk. Lord, we thank you. Urunk, köszönjük. We thank you that you had an amazing plan. Köszönjük, hogy egy csodálatos terved van. It's incredible. Elképesztő. That you loved us this much. Hogy ennyire szerettél minket. You cared for us this much. Ennyire törődtél velünk. You came this close to us. Ennyire közel jöttél hozzánk. And you gained such a huge victory for us. És ekkora hatalmas győzelmet szereztél számunkra. And you didn't left us in the mud. És nem hagytál minket you a sárban. You didn't leave us in the mud after we failed. Nem hagytál minket a porban, miután elbuktunk. But you raised us up. Hanem feltámadtál. We trust you. Feltámasztottál minket, és bízunk benned. We trust you. Bízunk benned. If you're here today, és hogyha úgy vagy itt ma, vagy nézel a közvetítésen, if you don't know Jesus yet, és nem ismered még Jézus személyesen, get to know him of whom we speak. Ismerd meg azt, akiről beszélünk. He alone is God. Ő egyedül Isten. He alone can save you. Egyedül ő tud megváltani téged. Egyedül ő tud új életet adni. Bíz benne ma, és mondd a szívedben. Straight to him. Egyenesen ő neki. Speak to Jesus in Beszélj your Jézushoz a szívedben. My God, Istenem, I don't want religion. Nem akarom a vallást. I don't want formality. Nem akarom a formalitást. I don't want hypocrisy. Nem akarok képmutató lenni. But I want to have a real relationship with you. Hanem egy valódi kapcsolatot akarok veled. Jesus, I believe today. Jézus, hiszek ma. I believe that you died for me. Hiszem, hogy meghaltál értem. Fizettél értem. You rose from the grave for me. Feltámadtál a sírból értem. And I trust you today. És bízok benned ma. Come into my life. Gyere az életembe. Save me. Ments meg. I believe in you.
hiszek benned. Give me a new life. Adj nekem egy új életet. New start, a new beginning. Egy új kezdetet. Jesus, I believe in you. Jézus, hiszek benned. If you said that prayer for the first time. És hogyha elmondtad életedben először ezt az imát. As the church is praying, would you just raise your hand? Ahogy a gyülekezet imádkozik, csak emeld fel a kezed. So I could know that you decided for Jesus. Hogy ki döntött Jézus mellett ma. All right. We thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.